Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Hobby Ékszer Alkatrész YouTube csatornáján. Ma egy aranyszínű, lógós, kagylós, ásványgyöngyös, tollas fülbevalót fogunk elkészíteni. Kezdjünk is hozzá. Kell hozzá egy aranyszínű akasztós fülbevaló alap, amit a fogunk segítségével szétnyitunk. És erre fogjuk rárakni az aranyszínű karikát, ez lesz majd a fülbevalónknak az alapja. Így. És aztán elkezdem felépíteni a fülbevaló többi részét. Fog rajta lógni egy lánc, ezt szerelőkarikával fogom rászerelni. Kihajlítom a szerelőkarikát. Ráakasztom a láncnak a végét, és hozzászerelem ehhez a karika fülbevalóhoz. Jól összenyomkodom a karikát. Így eddig ennyi van kész belőle. Ezután, ha ez kész van, rászerelek egy ásványmedát. Ez egy ilyen lapított kis ásvány, ez egy akvamarin gyöngy, átfúrt, körülbelül 12 mm nagyságú, és ezt is rászerelem, mert nagyon jól fog rajta mutatni. Áthúzom rajta a szerelőpálcánkat, így. Felette körülbelül 1 centivel elvágom ezt a pálcát, és egy hurkot hajlítunk. Ezt ide a lánc mellé felszerelem egyik oldalra. Ennyi van kész. Ezután fogom ezt a szerelőkariket, és ezt a rózsaszín kagylógyöngyöt fogom rászerelni a fülbevalónk másik oldalára. A szerelőkarikát, ez egy kb. 1 centi szerelőkarikát választottam. Átvezetem a kagylónknak a nyitott részén. Jól szét kell nyitni. Így átvezettem, és a láncnak a másik oldalára fogom felhelyezni. Tehát most úgy néz ki, hogy van ez a fülbevalónk. Sikerült fordítva felszerelni, úgyhogy megfordítom gyorsan. Így. Tehát most így néz ki a fülbevalónk. Van rajta egy akvamarin gyöngy, itt lóg középen egy lánc, és a másik oldalt pedig ez a rózsaszín kis kagylógyöngy. Most a láncra fogunk felszerelni egy pár apróságot, és tulajdonképpen készen is vagyunk. Még ez a tollacska jön rá, és ez a másik kagyló. A tollat a legaljára fogom felszerelni. Szétnyitok ehhez is egy szerelőkarikát. Így. Megfogom a láncot.
és ide az aljába belehelyezem. És aztán megfogom ezt a nagyon kis lapos tollacskát, és ezt is így ráhelyezem, és összezárom a karikát. Most eddig ez így néz ki. És még itt a fog körülbelül a láncnak a közepetájára felszerelni még egy kagylót. Ezt is szerelőkarikával. Ezen a kagylón van egy lyuk. Ez kicsit megkönnyíti a dolgunkat. Itt ez a lyuk. És itt bevezetem ezt a szerelőkarikát. Körülbelül a közepetáján a láncnak az egyik láncszembe bele egyensúlyozom ezt a karikát. Elég pici szemű láncot választottam, úgyhogy kicsit nehéz dolgom van vele, de mindjárt meg lesz. Amikor ez kész, akkor nézzétek meg, hogy néz ki, így minden jól áll-e. Igen, az enyém nagyon jól sikerült. És gyorsan elkészítem a másik fülbevalót is. És készen is lett mind a két pár fülbevaló. Elég jó hosszú darab lett. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!